Régóta szerettem volna már a dorogi Szent Borbál a plébánia templomról filmet készíteni. Most végre eljutottunk ide, egy kellemes, enyhe téli napon. Sajnos bemenni nem tudunk ma, mivel csak mise idején nyitják ki a templomot. Így hát, körbe járjuk az épületet. Elmondok róla néhány érdekességet, és belülről fotók segítségével ismerkedünk meg a templommal. De hol is helyezkedik el pontosan Dorogon a Szent Borbál a plébánia templom? Nos, itt vagyunk, a Jubileum téren. Ez Dorog legnagyobb köztere. A József Attila művelődési háztól jutunk el ide a Köztársaság úton. A dorogi bánya lelkészség eredetileg a Szent József plébániából vált ki. Nem volt önálló lelkészség, csak később szervezték azzá. A hozzátartozó plébánia templomot 1924-ben kezdték el építeni, Gáti Zoltán tervei alapján. 1924-ben csak a torony készült el. Az 1931-re felépült templomot augusztus 23-án Serédi Justicián herceg prímás szentelte fel. Mint említettem, először csak a tornya készült el. Erről régi képeket is tudok mutatni, csak úgy, mint az építkezés folyamatáról egészében. A plébánia templom a II. Világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett. Az ezt követő felújítás során torony sisakját kisebbre építették, és az eredeti, vagyis jelenleg látható méretét csak a 2004-es felújítás során nyerte vissza. Most pontosan olyan lehet, ahogyan azt Gáti Zoltán tervezője megálmodta. Egyébként a templom megépülése során több felújításon is átesett, először 1981-ben, majd 2000-ben, 2004-ben. Ekkor nyerte el bájos sárga színét is. Azóta így néz ki, a bányásznapon adták át a híveknek. Íme oldalról a templom egészében, és most nézzük meg egy kicsit tüzetesebben, részleteiben is. Itt a 2004-ben eredeti formájában helyreállított toronysisak,
órával. A torony, amely 1924-ben épült, és aztán toldották hozzá, ha lehet ezt így mondani, a templomhajót a szentéllyel. És még egy kis kupolaszerűség is került rá. Nagyon sajnálom, hogy nem mutathatom meg belülről a templomot most. Talán egy másik alkalommal sort keríthetünk erre is. Falfülkében egy szobor. Vajon kit ábrázol? Remélem meg tudjuk ezt is. Most pedig járjuk körbe a plébánia templomot, és nézelődjünk egy kicsit. A Szent Borbála templomot 1996-ban emelték plébánia rangra. Jelenleg 6000 hívőt számlál. Ami jóval több, mint a Szent József plébánia templom 4000 fős tábora. No, közben megleltük a sekrestye bejáratát, amely szerves részét képezi a templomnak. Egy újabb falfülkére is leltünk. Egy másik szoborral. Tetején egy galambül. Viccesen néz neki ez a szobor, ha a galambok ellen szúrós sapkát kapna. Talán nem mindenütt alkalmazható. A Szent József plébánia templomnál már látott és bemutatott gyakorlat a galambok ellen. És eljutottunk szép lassan a templom szentélyéig. Mindjárt megnézzük egy másik perspektívából is. Íme a templom hátulnézetből, vagyis a szentély felől fotózva. Előbukkan a toronysisak, és ha felállok, akkor bizony a nap is. Egyébként szép, rendezett környezetben találunk rá a plébánia templomra, ami számomra nagy öröm itt Dorogon. Ha nem volna számunkra egyértelmű, akkor a bejárat fölött elhelyezett kis körben a két bányász kalapács tudatja velünk, hogy bizony a bányász templomról van szó. Más néven Szent Borbála plébánia templomról. Itt is jártunk tehát, és nagyon örülök neki, hogy ez a templom is csuda jó formában van. Remélem, egyszer majd bejutok ide, mert dorogi tartózkodásom óta mindösszesen csak egyszer sikerült nyitva találnom. Talán mindig rosszkor jövök. Remélem, mások szerencsésebbek.